Adni öröm. Ezzel a felhívással várták az intézmény diákjainak felajánlását a Jókai Mór általános iskola és óvodában. Az elmúlt napokban nagyon aktívak voltak a diákok, több asztalra fér csak el az adomány, amit a diák önkormányzat gyűjtött össze. Ezeket a mesekönyveket és játékokat már nem használják régi tulajdonosaik, viszont olyan jó állapotban vannak, hogy egy másik családnál még örülhetnek nekik. Nem ez volt az első alkalom, hogy a tanulók jó cél érdekében fogtak össze az ünnepek előtt. Nagyon régóta van már ez a hagyomány, és december 5-től kezdtük, december 13-ig, míg mai nap is hoztak adományokat, aminek nagyon örülünk, és hálásak vagyunk. A felhívás fontos része volt, hogy tartós élelmiszert várnak az adományok közé, hiszen ezzel sokat segítenek egy-egy rászoruló családon. A Jókai sok ebben az évben a Vöröskereszt megyei szervezetének ajándékozták az összegyűjtött játékokat és élelmiszereket. Szerda reggel a diákok és a szervezet munkatársai közösen pakolták dobozokba az adományt. Az intézmény és a Vöröskereszt jó kapcsolatot ápol. Már lassan közel 20 éve, hogy csapatot készítünk a Vöröskeresztes versenyekre. Elsősegélynyújtási ismeretekből pár éve elkezdtem a Vöröskeresztnek a véradást szervezni, és mai adomány átadásra ezzel a Vöröskeresztnek gyűjtéssel egy újabb lépés szerintem afelé, hogy a gyerekeket is jobban egy kis érzékenyítő programban részt vegyük. A Magyar Vöröskereszt minden évben elindítja a Csak egy kis apróság adománygyűjtési és szeretet akcióját, amit az iskolák körében hirdetnek meg. Ehhez csatlakozott most a Jókai Diák Önkormányzata is. Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az igény az óriási, és az adományok mennyisége viszont ebben az évben láthatóan kevesebb, mint az előző években voltak. Ebből látjuk, hogy az elmúlt időszak mindenkit jobban megviselt, és az adakozási kedv ugyan megmaradt, de egy szerényebb mértékű, de szerencsére ezzel együtt meg tudjuk valósítani az akciónkat, és bízom benne, hogy aki hozzánk fordult segítségért, az senki nem tud üres kézzel elmenni tőlünk. Az adományokat halmozottan hátrányos helyzetű családokhoz jutatják el, közöttük is főleg olyanokhoz, akik beteg gyereket ápolnak, valamint idős, egyedülálló embereknek segít a Vöröskereszt ebben az évben is.